Azon tűnődtünk a minap a kedves utitársaimmal, hogy minek köszönhető, hogy oly sok vallás van a világon. Vallási irányzat, teológia, filozófia, különböző izmusok, ugye? Kommunizmus, fasizmus, buddhizmus. És szoktam mondani néha, hogy kereszténizmus. És az igazat megvalva, nem szeretnék gúnyolódni sem a keresztényekkel, sem a buddhistákkal, sem a hinduistákkal, sem a kommunistákkal. Tehát nem szeretnék senkiről elmarasztalóan beszélni. Mert az igazat megvalva, én is belestem szinte minden csapdába, amiben egy ember beleesett itt a Földön. De a kérdés továbbra is az, ugye, hogy miért van ilyen sokféle izmus, ilyen sok teológia, filozófia, különböző lógiák és különböző szófiák, ugye, bölcsességek, emberi bölcsességek. És hát el kell mondjam, hogy az élő Isten, aki engedte a fiát, egyszülött fiát, megkínozni, megölni, aki őt a harmadik napon feltámasztotta. Megválaszolt ezt a kérdést számunkra, hogy miért van a Földön, az emberi világban ilyen sok tudomány, emberi tudomány, sokféle vallási irányzat, sokféle filozófia, vallásteória, és teológia. A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk, drága barátaim. A válasz egy mondatban az, hogy azért van teológia, azért létezik teológia itt a Földön, mert senki nem akarja cselekedni azt, amit a megváltó mondott. Az a személy mondott, akit az Úristen kijelölt arra a célra, hogy megszabadítsa az embereket a világ sötétségéből, a világ hazugságaiból, a világ urának a hazugságaiból. Tehát figyelem! Azért van teológia, mert úgy igazából senki nem akarja cselekedni, élni azt, amit Jézus mondott. Inkább összeülünk és elfilozófálgatunk arról, elteologizálunk arról, hogy mit is mondott ő, és valójában mire is gondolt ő. Drága barátaim, aki neki lát annak, hogy megcselekedje azt, amit ő mondott, meg fogja érteni, hogy ő, amikor mondott valamit, valójában mire gondolt. Nem lehet úgy megérteni az ő kijelentéseit, hogy azon elmékedünk órák hosszat, hogy ő vajon mire gondolhatott. És ő is felhívta a figyelmet erre egyébként, hogy az fog megszabadulni a világ börtönéből, az fogja meglátni az igazságot, aki hallja és cselekszi mindazt, amit ő mondott. Az ő szeretete, az ő tudománya, az ő bölcsessége cselekvő bölcsesség volt, cselekvő szeretet volt, cselekvő tudomány volt. Amiről ő azt mondta, hogy csak azt fogja megérteni, amit ő mondott, aki hallja
ugye elolvasta, vagy hallotta valahol, és megcselekszi azt, senki más nem fogja tudni megérteni azt az igazságot, amerről azt mondta, hogy szabadokká tesz bennünket, és bevisz a mennyek országába, Isten országába. Na most mi történik a mi világunkban? Mit csinálunk mi? Magamat is beleérte. Megmondom őszintén, hogy itt most nem rólatok beszélek, vagy valakiről, másról, az UFO-król, a földön kívüliekről. Magamról is beszélek. Mert Isten megmutatta nekem azt, hogy melyek az én hibáim. Melyek azok a hibák, amelyek még mindig elválasztanak az ő dicsőségétől. Mi azt csináljuk, hogy összeülünk, és halott elméleteket gyártunk, és azon civakodunk, azon veszekedünk egymással, hogy hogy kell mondani, Szent Szellem vagy Szent Lélek? Vagy vajon jó-e, hogyha valaki használja azt a szót, hogy keresztény? Vagy hogy kell fogalmazni bizonyos kijelentéseket? Hogy vajon a Szent István Társulat bibliafordítása az igaz, vagy pedig a Károly Gáspár bibliafordítása? Ezen civakodnak az emberek, miközben senki nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Drága barátaim! Mindenki okos, pontosan úgy, mint én, a számítógép mögött, a laptop mögött, a mikrofon mögött, és elhiszi magáról, hogy ő okos. Mint a Salamon mondja, a maga szemében mindenki bölcs, mindenki igaz, de viszont az élő Isten a vesék és a szívek vizsgálója. Ő mondja meg, ő dönti el, hogy valaki valóban okos, vagy pedig nem. Ezért mondja a megváltó, hogy a gyümölcseiről lehet megismerni azt a személyt, aki igazán megértette az ő beszédeit, aki követi őt. Mi történt, amikor ő beszélt, amikor ő tanított, amikor ő csodákat művelt, amikor ő gyógyított? Az történt, drága barátaim, hogy emberek szabadulást nyertek a múltjuktól, a hazugságaiktól, a gonoszságaiktól. Új emberré lettek, újjászülettek. Ez történt. És ő több helyen felhívja a figyelmet arra, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy valaki igazságban jár, hogy az ő jelenlétében mások is megszabadulnak az emberi gondolkodás börtönéből, a világ urának, a hazugságainak a börtönéből. Hogyha ez nem történik veled, drága barátom, akkor lehet, hogy még újszülött vagy, és nem probléma, nem gond, hogyha még nem történik. Mert lehet, hogy alapvető igazságokat meg kell még értsél az elméddel, a szívecskéddel. De viszont amikor eltelik egy év, két év, három év, több év, és még mindig lapozgatsz, még mindig böngészel, még mindig betűzgetsz, még mindig vitázol valakivel, és még senki nem nyert szabadulást te általad, a benned lévő Szentlélek által, elképzelhető, hogy becsapod magad, hazugságban vagy, Jézus nevében hazudsz magadnak, vagy más tanító, más guru nevében hazudsz magadnak, mert az ég adta világon senki nem kívánta meg Isten országát, a mennyek országát, a tökéletes életnek az illatát, a te jelenlétedben. Az itt van teológia, az itt van filozófia, mert jóformán senki nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Az itt van az embernek ideje a teológiára, a filozófiára, mert nem cselekszi azt, amit ő mondott.
Mert ha cselekedni azt, amit ő mondott, nem volna ideje neki teologizálni, sem filozófálni, sem vallási vitákba keveredni más izmusok képviselőivel, más teológusok és más filozófusok képviselőivel. Egyszerűen nem volna fizikai ideje erre, mert ő az Úristen lelkének a jelenlétében fürdőzne folyton, és élni azt, amit Jézus mondott, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engemet elküldött, elhívott. Engemet személyesen Krisztus hívott el. Arra hívott el ugyan, amire őt az Atya elhívta, mindenható Isten elhívta. Ha én nem cselekszem azt, amit ő mondott nekem, amit ő nekem tanított, amit ő megmutatott, nincs közöm hozzá. Nem csupán, hogy nincsen közöm hozzá, hanem fennáll annak a veszélye, hogy durván becsapom magamat. Mert használom az ő nevét, de viszont az ujjaimmal, a lábaimmal, az életemmel nem érintem az ő tanításait, mint ahogy ő mondta, ez a nép csak az ajkaival tisztel engem. A szíve, a cselekedetei, a hétköznapjai távol vannak tőlem. Ezt mondta ő, drága barátom. Könyörüljön az élő Isten mindannyiunkon, rajta, mindannyiunkon, hogy ne essünk bele az önállításba. És a legszentebb nevet ne használjuk fel arra, hogy becsapjuk saját magunkat és embertársainkat. Nagyon röviden elmondom azt, hogy mit tapasztaltunk a magyarországi út során. Igazából nem is azt mondanám el, hogy mit tapasztaltunk, hanem mit tanultunk, az élő Isten mit tanított nekünk a magyarországi út során. Azt tanította, hogy az emberek durván el vannak távolodva, el vannak hidegülve egymástól. Mindenki benne van valamilyen filozófiában, valamilyen iskolában, valamilyen emberi tudományban, teológiában, de senki nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Az emberek elhidegültek, eltávolodtak egymástól, és ezáltal kezdenek kiszáradni, és meghalni, haldokolnak az emberek Jézus nevében. Ez történik Magyarországon, sajnos Székelyföldön is ez történik. Valamilyen mértékben, lehet, hogy nem épp olyan mértékben, mint Magyarországon, viszont itt is ez történik. Ugyanezt mi is eltanultuk a modern világtól, ugye a világ urától, a világ atyától, a hazugságok atyától, Amerikától, ugye, a Szajhától, ugye, a Babilontól, a babiloni paráznától. Mi is dumálunk, mindenki okos. Így viccből azt mondtam a múltkor barátomnak, hogy az univerzumunknak annyi központja van, annyi középpontja van, ahány székely él Székelyföldön. Sajnos ez nem csak Székelyföldre igaz, Magyarországra is. Mindenki okos, mindenki intelligens. És mégis az emberek nem szólnak egymáshoz, bezárkóznak, elzárkóznak egymástól, és nem cselekszik azt, amit Jézus mondott. Én nem is mondom el ebben a videóban, hogy most ő mit mondott. Nem az az én dolgom, hogy mindent szó szerint én visszaismételek azt, amit ő mondott, hanem az én dolgom az, hogy elmondjam. Nem tanítom, mert nem tudok újat mondani. Nem tudok tanítani, nem vagyok tanító. Nincs tanító, egy tanító van csak. Ő volt a tanító, aki megmutatta számunkra az életnek az útját. Én csupán bizonságot teszek arról, hogy aki megismeri őt, megcselekszi azt, amit ő mondott, aki befogadja őt az ő életébe, az ő szívébe, az ő lelkébe, az ő elméjébe, és szó szerint felhatalmazza őt, hogy úrrá legyen az életének minden területén. Azt
a személyt, az igazság lelke, az igazság ama lelke, amely őt feltámasztotta halálból, elvezeti minden igazságra, és az igazság szabaddá teszi őt, és meg fogja látni Isten országát, teljesen biztos. Én bizonságtevő vagyok. Meg kellett értenem azt is, hogy bár fontos, hogy ugye a világnak a hálójában is megosszam az igazság magvait, szétszórjam az igazság magvait, ugye a blogon, meg a YouTube-on. Sokkal fontosabb, hogy élőben, szemtől szemben, egy ölelés kíséretében osszam meg azt az igazságot, amelyet ő a szívemre helyezett. Sokkal fontosabb az élő kapcsolat, az élő evangelizálás, az élő bizonságtevés, mint a virtuális, internetes bizonságtevés, tanítás. Ezt tanította nekem a Magyarországi utam során, nekem személy szerint is, nekünk. Talán mondhatom nyugodtan többes számban is ezt. Az élő Isten fia, a Krisztusnak a lelke. És úgy jött ez megfogalmazva, magyarul, ugye, székely akcentussal, hogy ez a fontos, az élő kapcsolat, az élő érintés, ölelés, az élő igének az élőben történő kijelentése, annak óriási ereje van. Nagyobb ereje van, mint bármelyik internetes megosztásnak, vagy hanganyagnak, vagy videónak. Óriási ereje van. Ott van a lélek, Istennek a lelke. És ebből van hiány a mai világban. Nem abból, hogy nincs elég blog az interneten, van bőven, hál' Istennek. YouTube csatorna, meg Facebook, meg minden. Ilyen online iskola. Ebből nincsen hiány. Viszont az élő kapcsolatokból, az élő szóból óriási hiány van. És azt mondta nekem a lélek, hogy ezt kell megtartani, ez a legfontosabb, és amazt sem elhanyagolni. Mert az igazság az, hogy még van lehetőség arra, hogy élőben, az interneten is beszéljünk a Istennek az elképzeléséről, az ő igéjéről. Van, aki az interneten fog rátalálni arra a jó híre, örömhírre, hogy neki Krisztus által van lehetősége élő kapcsolatban lenni az élet szerzőjével, a világ teremtőjével. De viszont sokkal, de sokkal fontosabb és hatásosabb az élő beszéd. Akár egy jó szó, egy ölelés, egy jó cselekedet, egy kis fizikai segítség kíséretében, drága barátaim. A magyar kereszténység be van zárkózva, el van szigetelődve a világtól, a lehető legrosszabb értelemben. Nem érik azt, hogy annak a súlyát nem értik, és nem tesznek annak érdekében, hogy megváltozzon ez, hogy az aradnivaló sok, kevés a munkás. Azt tapasztaltam
hogy minden ember a szíve legmélyén Istenről és az ő igazságairól akarna hallani. Minden egyes személy. De viszont ez a belső vágy, a lélek kiáltozása el van takarva és leplezve van a világ kiáltozásaival, a világi problémákkal, az elmének a játszmáival. Az ember hajlamos órákon keresztül beszélni a semmiről, szó szerint a semmiről, a mulandó dolgokról. És ezáltal védekezik, beszél a pénzről, a sikereiről, a munkahelyről, a szerelmeiről, mindenről hajlandó beszélni. De az igazságot az elme kiszorítja, az elme kondicionálva van, Sátán által. Ki kell mondani ezt? És az igazságot kiszorítja, mindennel képes foglalkozni, mindennel képes időzni, csak az élő Istennek az igazsága, a Krisztus, hogy bene kerüljön a képbe. Viszont azt tapasztaltam, hogy minden egyes személy, akivel mostani találkoztam ezen az úton, a lelke, a szíve legmélyén vágyott, éhezett az igazságra. De viszont el kell mondani azt, hogy kemény szellemi harcokat kell megvívni sokszor ahhoz, hogy az ige, a logosz, a teremtő ige szóba kerüljön. Mert az elme folyton játszik az ő gazdájával, és folyton megragad mindent, hogy a légy rálepült a tányéra, hogy a fizetést csökkentették, növelték, mindent kitalál, mindenről képes beszélni. Csak hogy elterelje, elszakítsa a lelket az élet forrásától, az igétől, amely a Krisztus Jézusban kijelentetett. Valójában erről is akartam beszélni, hogy mi az, hogy szellemi harc. De az elmúlt percekben elmondtam nagyon röviden, hogy mi az, hogy szellemi harc. Sokan úgy gondolják, a szellemi harc az olyan, mint amit a tévében látunk, Hollywoodban. Kergetik az ördögöt egyik házból a másikban. Kiáltoznak vele, ordítoznak vele, hogy menjél ki, gyere be, mit tudom én. Megtévesztés. Azt kell mondjam, hogy megtévesztés. A szellemi harc az, hát drága barátom, amikor te valakivel elkezdesz beszélgetni, és ismerte az igazságot, hallottál róla, valamennyire be is merítkeztél az igazságba. De egyszerűen a beszélgető partner nem szűnik meg a hiába valóságról beszélni, és olyan gyorsan és olyan szaporán beszél a világ dolgairól, hogy egyszerűen nem tudod megragadni a gondolatot, hogy átirányítsd azt az örökkévaló dolgaira. Ez a szellemi harc. Hogy igazából élőben, élesben látszik meg, mutatkozik meg, hogy kiben milyen erős a lélek, drága barátaim. Mert nagyon sokan kereszténynek vallják magukat, vagy Isten hívőnek vallják magukat, Krisztus követőnek vallják magukat, de viszont amikor egy olyan személy, aki a világ rabságában van, órákon keresztül beszélget a világ dolgairól, ők folyton csak bólogatnak. És meg van mutatva, tehát próbára van téve a benne lévő hit, egész pontosan a hitetlenség, és egyértelműen látszik, hogy ő csak azt hitte, hogy ismeri Istent és az ő kijelentését, a Krisztus Jézust. Ez a szellemi harzalága, barátaim. Amikor két szellemiség találkozik a Krisztusnak a szellemisége, a világ szellemiségével, és egyik le fogja győzni a másikat, vagy a világ szellemisége rabolja el tőled az idődet több órán keresztül, úgyhogy meg sem tudsz mukkanni, és végighallgattál egy olyan beszélgetést, amit már korábban több százszor végighallgattál, vagy pedig
felvértezve Istennek az igazságával, az ő szeretetével és az ő bölcsességével, be tudsz úgy lépni a beszélgetésbe, hogy az a másik személy, aki a világ rabságában van, azt mondja, hogy én most akkor hallgatni fogok is, téged meghallgatlak, mert kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan nyerhetne az én lelkem, az én szívem igazi békét, igazi megnyugvást. És általában minden beszélgetés alkalmával erről van szó, amikor a két szellemiség találkozik egymással. Egyik bekebelezi a másikot, legyőzi a másikot. Vagy a hiába valóság, a világ szelleme győzi le a hívő embernek a szellemiségét, és visszarántja őt a világba, vagy pedig az történik, hogy az igaz hitű embernek a lelke, az ő lelkének az ereje és tisztasága legyőzi a hiába valóság által rabul ejtett léleknek a hazugságait, és ezáltal felkínálva számára a szabadulás lehetőségét. Drága barátaim, óriási éhség van a világban, a magyarság köreiben. A lelkek ki vannak éhezve, nagyon sok lélek Jézus nevében éhezik. Jézusról beszél, eljár templomba, gyülekezetbe, de lelke még mindig éhezik, mert ő nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Még mindig embereket követ, és nem tud igazi szabadulást nyerni, és nem tud bizonyosságot szerezni az élő Istennek, a jelenlétéről. Mert nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Az egy talentumot nem fektette be. És nem ment el magot hinteni, hogyha volt neki néhány magja, igazság magvacskája. És találkozik azon, hogy a hite egyre csak gyengül, és már lassan azt is elfelejti, amit ő már látott, amit ő már megtapasztalt Isten kegyelméből. Őszintén bízom abban, hogy valaki meghallotta, megértette, és megszívlelt ezt a kiáltó szót, és megérti, hogy hol hibázott az ő hite, az ő útja egészen mostanig. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!